Manipulált összevágott videónak tartja a budapesti VTA torna kommunikációs vezetője azt a felvételt, ami felháborította a nemzetközi teniszvilágot. A budapesti versenyen ugyanis a magyar Tóth Amarissa az interneten keringő videó tanúsága szerint egy vitatott pont után lábával eltaposta a labda nyomát, ellenfele tiltakozása ellenére. Siklós Erik viszont azt állítja, jóval az ominózus eset után történt a nyom eltaposása. Híradónknak a magyar játékos nevelőedzője azt mondta, tanítványát nagyon megviselték a történtek. Tóth Amarissa oda megy a vonalhoz, és lábával eltapossa a labdanyomát. Ez az ominózus jelenet, amin a teniszvilág felháborodott. A magyar versenyző a budapesti VTA tornán játszott a kínai Chang Shuaival, amikor az eset történt, és ezután nem sokkal Chang fel is adta a mérkőzést. A meccs után Tóth azt mondta a Kossuth Rádiónak, nem érti a történteket. Hát én úgy gondolom, hogy ő magát készítette ki, mert én nem értettem, hogy miért csinált ebből akkora balhét, hogy a bírónak a döntését ő felül akarta bírálni. Én nem értem, hogy miért nem fogadta el, de hát magának kereste a bajt. Az egy vágott, manipulált videó. A torna kommunikációs vezetője szerint nem minden úgy történt, ahogy a videóban látszik. A kérdéses, vitatott labdamenet után a vonalbíró autót jelzett, lejött a székbíró, ő is megerősítette a döntést, és még egy supervisor is a pályára ment, hogy csillapítsa a helyzetet. Jó 5 percig állt a játék, mert annyi ideig próbálta meggyőzni a meggyőzhetetlenről a székbírót, Shang Zhuai. Folytatódott a mérkőzés, a kínai lány megnyerte a következő labdamenetet, ami után Tóth Amarissa odament és eltaposta a még korábbi kérdéses vagy kritikus labda nyomát. A szakember szerint ezután is folytatódott még a játék. Tóth Amarissa végül elvette ellenfele adogatását, és amikor leültek pihenni, akkor jelezte a kínai játékos, hogy nem tudja folytatni. Igazából itt történt egy olyan sportszerűtlenség, ami megint csak íratlan szabály a teniszben, tehát ha valaki ilyen körülmények között nyer meg egy meccset, akkor általában nagyon szerényen, visszafogottan ünnepli a győzelmét. A fiatal Tóth Amarissa azonban mind a két kezét szinte, mint egy boxoló fölemelte a magasba, és ünnepelte a sikert. A játékos nevelőedzője is felháborítónak tartja, hogy egy összevágott felvétel alapján ítélkeznek Tóth Amarissa felett. Csordás Attila híradónknak elmondta, a teniszezőt nagyon megviselték a történtek. Tulajdonképpen beleszóltak az ő lelkébe, és előtte van még egy hét, és itt komoly eredményeket akart elérni, és szeretett volna elérni. És ez megzavarta őt, nem aludt rendesen, stb. Úgyhogy most azt kértem, hogy kapcsolja ki a telefonját, ne nagyon nézze a kommenteket, mert ellenséges dolgok vannak ellene, és ő erről abszolút nem tehet. Csordás Attila hozzátette, bízik benne, hogy a Magyar Szövetség teljes mellszélességgel kiáll majd a magyar játékos mellett.